Köszöntöm a televízió nézőit. Mai történeti beszélgetésünkön az 1956-os forradalmi szabadság lesz a téma. Az előző beszélgetéseinkben, amikor már történelemmel foglalkoztunk, úgy tűnik van egy ilyen monomániám. Az emlékezés, a társadalom és a történelem problémakörét próbáltuk egy picit megvizsgálni. Mai alkalommal folytatnánk ezt a sorozatot, és igazából arra hívnám fel a érdeklődők figyelmét, hogy az emlékeink azok nem csak egy társadalmi térben konstruálódnak, nem csak egy társadalmi közegben jönnek létre, hanem alapvetően vonzzák egymást. Ezen azt értem, hogy azok a nemzeti emlékek vagy ünnepnapok, amelyek meghatározzák egy adott közösség életét, azoknak a karaktere egy kicsit eltérő. Amíg mondjuk augusztus 20-a kapcsán általában az államról, a kereszténységről, a megmaradásról szoktunk beszélgetni, addig március 15-e kapcsán mindig a függetlenség, a modernizáció problémája jelenik meg. Kicsit úgy kell elképzelni ezt a magyar történelmet, hogy ez a két ünnep mindegy kiegészíti egymást, de más karakterét jeleníti meg a történelemnek. Ezt felvezetésképpen csak azért akartam elmondani, mert az 1956 is része ennek a ünnepség sorozatnak, amelynek kezdő pontja a megítélésem szerint mindig Rákóczi szabadságharca, a függetlenségi harc. Folytatása lesz majd az 1948-as március 15-i események. Különösképpen persze elmondhatnánk azt is, hogy a reform nemzedék lesz az, amely Rákóczinak a kultuszát megteremti Magyarországon is, Kárpátalján is, és hát ezt mindig azért kell kihangsúlyoznunk a megye szerepét, hiszen Kölcsey. Kölcsey lesz az, aki Rákóczit beemeli a nemzeti panteonba, részévé teszi a magyar ünnepeknek, és erre építkezve aztán majd a 48-49-es ifjúság folytatja ezt az útját. Persze ettől kezdődően a dolog már egyértelmű lesz, mert ha megnézzük 1956-ban a különböző kiáltványokat, pontokat, röprietokat, akkor szinte biztos, hogy mindegyikben találunk egy olyan utalást, hogy az 1949-es nemzeti jelképeinket le kell bontani, el kell tüntetni, helyette a trikolor, a Kossuth címer legyen a meghatározó eleme az országnak, úgyhogy ettől kezdődően egyértelművé válik, hogy a Rákóczi szabadságharc 48. március 15-e, az azt követő 49-es események, és 1956 karaktere, érzete, az nagyban hasonlít egymáshoz. Hagy mutassam be akkor a mai beszélgetésem társát, dr. Holmár Zoltánt, a Kálai Gyűjtemény történésze, munkatársa, aki segít abban, hogy kicsit eligazodjunk itt, hogy Nyíregyházán, Szabolcs megyében, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az 1956-os események hogyan is játszottak le. Engem Drabanc Robertnek hívnak, és a Nyíregyházi Egyetem oktatója vagyok. Akkor Zoltán, első kérdésem, hagyj legyen már az, hogy 1956, miért pont ez az év? Hogyan sűrűsödnek itt össze az események, amelyek aztán majd az év második felében elvezetnek minket egészen 1956. október 23-áig? Az 1956-os esztendő egy vízválasztó év volt a magyar történelemben. Egy korszakot zárt le, illetve egy azt követően egy másik korszak kezdődött el. Ugye el kell helyeznünk a magyar politikai és társadalmi életet, illetve gazdasági életet is a nemzetközi kontextusba. Tudnunk kell azt, hogy a II. Világháború után létrejön egy bipoláris világrend, egy két szuperhatalom által irányított világrend, az Egyesült Államok és a Szovjetunióról van szó, ugye kapitalista és a szocialista berendezkedésű országok tömbjeiről van szó. A II. Világháború után egyértelműen a győztesek írták a történelmet, úgy, mint az USA és a szovjetek, és ebbe a rendszerbe Magyarország a keleti blokk államai között találta magát, szovjet fennhatóságú országgá vált 1945 után, és annak ellenére, hogy kikiáltották 1946-ban a magyar köztársaságot, ez egy tiszta virági életű köztársaság volt, nyilván hosszabb, mint a Károlyi félre 1918-ban, de meg voltak számlálva ennek is a napjai, hiszen itt volt a szovjet hadsereg, a szövetséges ellenőrző bizottságban is inkább a szovjeteknek volt a túlsúlya Vorosilov marsall révén, és lényegében az ekkor kiírt országgyűlési választások is lényegében egy előre megírt forgatókönyv alapján zajlottak, hiszen a Magyar Kommunista Párt, a Rákosi Mátyás vezette párt, annak tulajdonképpen ki volt már pánybázva az út a győzelemig, és meg is szerezték a győzelmet, megszerezték a többséget, létrehozták az egypártrendszert, létrehoztak egy szovjet típusú
tanácsrendszert 1950-re, 49. augusztusában kikiáltották a Magyar Népköztársaságot, új állami jelképeket is elfogadtak, ez teljesen egy szovjet típusú címer volt, ez ugye a köznyelben Rákosi címerként maradt meg. Igen. Ennek a korszaknak is tulajdonképpen Rákosi Mátyás egy személyben lett a névadója, Rákosi korszak, Rákosi diktatúra névem maradt fenn a magyar történelemnek alapjain, és egyértelműen már a korszakban is azok, akik csembe megmerték ezt a kijelentést tenni, Sztálin legjobb tanítványának is nevezték, lévén, hogy kiépítette az egypártrendszer, kiépítette a személykultuszt, kiépítette az NKVD, ugye később KGB mintájára az AVH-t. Ennek ugye voltak jogelődei a PRO, a politikai rendészeti osztály, illetve az AVO, amit a köznyelv mindig csak AVO-ként emleget, hogy az államvédelmi osztály, de hivatalosan AVH-nak nevezték 1950-től kezdve. És ez volt az, amely ezt a rendszert működtette, félembe tartotta az embereket, és fenntartotta Rákosi Mátyásnak és a Magyar Dolgozópártjának a hatalmát. Uh-huh. Igen, oké, ott vagyunk valahogy 1950 környékén. És hát persze, tökéletesen igazad van, hogy a nemzetközi helyzetet, vagy a nemzet, mi reflektálunk el arra, hiszen a váltás a rendszerben például ugye 1953-ban, amikor hát a mi főszereplőnk, vagy legalábbis a magyar történelemben mindenképpen az 50-es éveknek, különösképpen itt a második felében főszereplője, Nagy Imre, ekkor jelenik meg a nagy politika színpadán, mert már előtte ő már miniszterképpen jelen van többször a közigazgatásban, de ekkortól kezdődően, ugye 53-tól kezdődően ő lesz majd Magyarország miniszterelnöke. Esetleg ezt megnézhetnénk, hogy mi az ok a váltásban, hogy miért törik meg itt egy picit a rendszer? Ugye a II. Világháborút követően a keleti blokk egyértelmű vezetője a Szovjetunió pártfőtitkára Josif Sztálin volt, ugye a generalissimus. Ő 1953. március 5-én elhunyt. Tulajdonképpen addig Rákosi Mátyás is korlátlan hatalommal bírt a Magyar Népköztársaság élén. Ő volt az, aki teljhatalommal rendelkezett, aki teljes rálátással bírt, egy ideig ugye több miniszteri tárcát is bírt, a miniszterelnöki, tehát a miniszter tanácsi titulusa mellett. Egyértelműen ugye a párt első ember volt. Aztán Sztálin meghalt, jött egy kicsit enyhébb vezető az SKP élén, Nyikita Ruscsov személyében. Ő volt az az első olyan ember a Szovjetunió történetében, aki az SKP 20. kongresszusán majd ugye bírálni fogja Sztálint, illetve az őt övező személykultuszt, illetve azt a rendszert, amelyet kiépített a 30-as, 40-es, 50-es évek során. Na most ugye azzal, hogy Sztálin meghalt, Rákosi elvesztette a legnagyobb támogatóját, és a Szovjetunión belül is azzal, hogy Ruscsov hatalomra került, elkezdték felülvizsgálni a keleti blokk államaiban és az ottani helyi vezetőknek a tevékenységét. A Rákosi Mátyást is behívták Moszkvába, és leváltották a miniszterelnöki székből, kinevezték helyette Nagy Imrét, és 1953 és 55 között kormányfőként több olyan tevékenységet is végzett, több olyan döntése is született, amely a magyar népnek kedvezett. Éppen ezért a magyar nép körében ő egyre inkább népszerűbbé vált. Tudni kell azt, hogy a gulág mintájára Magyarországon is működtek internáló táborok. Ha csak Recsket, Kistarcsát említem, de itt tőlünk nem messze Tiszalökön is volt egy ilyen hadifogolytábor. Az ottani rabokkal építették fel tulajdonképpen a tiszalöki vízerőművet is. Na most ezeket a táborokat 53-tól kezdve elkezdik fokozatosan felszámolni, bezárni. Ez volt Nagy Imrének az egyik nagy döntése, amely nagy népszerűségnek örvendett. Aztán... Egy picit csak annyit hozzá, hogy ezt méltán nevezhetjük akkor úgy általában az irodalom, hogy az olvadás korszakának hívja, mert megvannak azok az ikonikus szavak, amit használunk a kommunista rezsim működésére, és ugye hát jól láthatóan egyrészt a dolgok a Kremben dőlnek el, az egész blokkon belül, tehát általában a Kremben lévő hatalmi játszmák lesznek hatással majd a nemzeti politikákra. Ez azért fontos csak, mert annyit érdemes azért tudnunk, hogy Nagy Imre mögött Malenkov áll. Mert itt egy hatalmi harc van a Kreml belül Hruscsov és Malenkov között, és az elkövetkező három év egészen majd a 20. pártkongresszusig nem eldöntött, hogy kinek van szerepe, vagy kinek ki lesz majd az erősebb. És persze hát így utólag már könnyű elmondanunk, hogy Hruscsovnak már szinte az elején lehetett látni, amikor Beriát letartóztatják, aki Malenkovval párban haladt a hatalom irányába, hogy mi lesz a sorsa ennek a vezetésnek, de ez döntően majd csak 1956 elején fog eldőlni, hogy Malenkov bukik. Így értem szerint Nagy Imre kapcsolatrendszere is alá
vagy háttérbe szorul a Kremben, és akkor Kruscsov lesz az igazi kezdeményező, aki mentén halad majd tovább a szovjet is, értem szerint így a magyar politika is, tehát a döntések, amelyek majd 1956 második felében születnek, azok egyértelműen Kruscsovhoz köthetőek, vagy hát ahhoz az értelmiségi, már mondjuk kommunistáknál néha nehéz értelmiségről beszélni, de mindesetre ahhoz a politikai körhöz köthető közegről van szó. Igen, ez így van, tehát hogy 53-ban meggyengül a rendszer, hát az ikon, a legnagyobb ikon. Hát jól látjuk, hogy napjainkban is Sztálin még mindig ugyanolyan fontos értelmezési ideológiai szempontból sokszor hivatkoznak rá. Egy második világháborús seregszemle mondjuk Moszkvában, az több annál, mint sem, hogy a hadsereg megjeleníti önmagát, hanem annak ideológiai, politikai, és néha nagyon konkrét utalása is vannak. Szóval hogy azért látható, hogy ő nem csak a saját korszakában, hanem hatásaiban is azért nagyon erős árnyékot vet erre a régióra. Ő meghal, elindul az olvadás, Nagy Imre lesz Magyarország miniszterelnöke, és akkor itt amúgy különben megindulnak, egy pici 30-as évek játszódik le, szabad ezt mondanom, ez csak most ugrott be, de tényleg ez teljesen új, mert hogy falumozgalmak indulnak meg. Tehát kimegy az értelmiség a falura, és akkor megnézi, hogy hát fiúk, mi is van itt a parasztsággal, meg volt már ez a TSZ-esítés, csináltunk szövetkezeteket, de hát hogy akkor hogyan haladunk előre, és a Kucka Péter, aki arra munkájára, hogy nyírségi napló majd Kossuth díjat fog kapni, abban például nagyon-nagyon mély szegénységet ír le a nyírségben. Azt írja, hogy ez tragédia, hogy ami itt van, az csőd, és hát ezek a és nem csak ő, hanem a Veres Pétertől kezdődően a paraszt mozgalomhoz köthető figurák, ez egy ébresztő hatást ad Nagy Imre és környezetének, hogy rosszul mennek a dolgok, hogy másképp kell. De ők ekkor itt még mindnyájan a kommunista mozgalomban mozognak, ez talán az a legjobban az mutatja, hogy nem is mer létrehozni pártot Rákosival szemben, hiszen tudja nagyon jó, ugye a kommunista pártot, azt ő uralja, hanem létrehozza, és ezt csak azért mondtam, mert a rendszerváltásban iszonyat nagy szerepe lesz, a Hazafias Népfrontot. És az újságát, a Magyar Nemzetet, ami már létezett előtte is, de itt lesz a Hazafias Népfront újságja, ez a Magyar Nemzet, és hát innen indul el az ő történetük majd, a következő 30 évben, hogy eljussunk majd akár a rendszerváltás szituációba. Szóval amikor szeretne ő egy hátteret, egy politikai hátteret, akkor nem a kommunista mozgalomhoz nyúl, hanem a kommunista érzelmű civilekhez. És abból próbálja ezt a Népfront mozgalmat megszervezni. Fontos, mert az elején ugye ő is nagyon bizonytalan, még nem tudja értékelni a helyzetet. Egy picit arról, hogy miért bukik ő meg 1955-ben? Mi az oka annak, hogy neki el kell hagynia a... Hát nem csak a miniszterelnöki széket bukja el, hanem már tudjuk nagyon jó, hogy ugyanannak az évnek december 3-án még a pártból is kizárják. Szóval, hogy mi ennek az oka? Mi lehet az oka? Ugye a egyik legfontosabb oka az, hogy őt eltávolítják a miniszterelnöki székből, az a Varsói Szerződés létrehozása volt. Ez a keleti blokknak volt a katonai csoportosulása, válasz volt a nyugaton fennálló NATO-ra, ami 1949 óta nyugat-európai országokat, illetve az Egyesült Államokat és Kanadát foglalta magába. Ugye a két tömb, amely szemben állt egymással a hidegháború során, két csoportosulás létrehozott. Az egyik egy gazdasági volt, ez volt ugye a keleten a KGST, Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, ez jött létre előbb a keleti oldalon, erre volt válasz utána az Európai Unió jogelődje, az Európai Gazdasági Közösség, az EGK. És utána egy katonai csoportosulás is létrejött keleten, hiszen 49-ben létrejött a NATO, erre válaszként 55-ben a Varsói Szerződést a Szovjetunió vezetésével létrehozták, ennek tagja lett a Magyar Néphadsereg is, úgy, ahogy a többi kelet-európai szocialista ország is. És ennek a levezénylésére, lebonyolítására Nagy Imrét nem is találták alkalmasnak, mivel lévén, hogy ő az enyhülés politikáját képviselte, helyett a miniszterelnöki székbe Hegedűs Andrást nevezték ki, és ő volt az, aki Bata István honvédelmi miniszterre. Ebbe a szerződésbe részt vettek, aláírták a magyarok részéről az e tömbbe való csatlakozást. Ugye Hegedűs István
illetve Hegedűs Andrásnak is a miniszterelnöki széke nem tartott sokáig, ő sem tudta még ekkor, hogy fiatal 30-as évén... Igen, ő még fiatal ember volt. Persze, 30-as év elején járó fiatal agilis embernek tűnt a kommunista párton belül, ő sem tudhatta azt előre, hogy a következő évben miniszterelnöksége véget fog érni, és azt sem tudhatta még, hogy 56 milyen változásokat fog hozni, hiszen 56-ban a párt éléről a Rákosi Mátyás is le fog köszönni júliusban az SKP 20. kongresszusának hatására, amikor is ugye Ruscsovnak a híres titkos beszéde elhangzott Sztálinnak a megítélésével kapcsolatban. De ugye Rákosinak is megpecsételték ezzel a sorsát, júliusban távoznia kellett a párt éléről, viszont valahogy a közhangulat nem változott, mert párttársa, tulajdonképpen a jobbkeze Gerő Ernő került a párt élére, és bár azt hitte akkor még a magyar nép Rákosi távozásával, hogy visszatérhetnek a Nagy Imre féle évek, az 50-es évek közepe esztendői, viszont azt látták, hogy mégiscsak inkább azt a keményebb vonalat képviseli Gerő, mint Rákosi, és ezt is próbálta erőltetni, és ennek lett a válasza a magyar társadalom részéről az 56. októberi forradalom és szabadságharc. Igen, igen, érdekes a dolog, és csak most már mindjárt ott tartunk, hogy 1956. október, mert hogy az történik, hogy az NSZK bekerül majd a NATO-ba 55-ben, és erre, hát 54 decemberében döntik el a főtitkárság, hogy akkor bekerül NSZK is, vagy hát a politikusok, erre felválaszképpen azonnal megszervezik a Varsói szerződést, amit valószínűleg ugye persze már előkészítettek, és a Varsói szerződés létrejötte, azt mondta mondjuk Rákosi fejében, meg szerintem Gerő fejében is, hogy hát igen, így van. Ez a mi hatalmunk, itt most hidegháború, az fokozódni fog, itt jobban össze kell tartani, ez okozza Nagy Imre bukását, hiszen a Rákosiék megerősödnek. Na de hogy a politikusok, akik rendelkeznek információval, és azért valljuk be őszintén, valószínűleg legtöbb információval azért ők rendelkeztek, nem tudták kiszámítani, hogy nem ez fog lejátszódni. 1956-ban nem a hidegháború fokozódása, hanem pont az ellenkező folyamat lesz, pedig logikus lett volna, hanem épp az enyhülés lesz a meghatározó. Ennek az eredményeképpen kell Rákosinak elmennie Magyarországról, hiszen amikor ott július 25-én felszáll arra a bizonyos repülőgépre, akkor ő azt már nem tudja, nem sejti előre, hogy ő már soha többet nem fog jönni Magyarországra. Tehát, hogy akkor az ott véges. Ott már egy végleges döntés születik majd. És igen, így, hogy van, Gerő lesz. Valószínűleg én úgy érzem, hogy a szovjetek itt egy átmeneti időszakot akartak, és még amíg átlátják a helyzetet, megtalálnak egy új figurát, hát megtalálják, tehát mi is tudjuk, hogy meg fogják találni majd ezt a figurát, de ekkor ő még nincs szem előtt, holott már Kádár János, ekkor pont ezen az ülésen bekerül a politikai bizottságba, tehát már azt lehet mondani, hogy beemelték a központi döntős hozó szerepbe, és Gerőnek lett volna az a feladata, hogy levezényelje ezt a váltást, ami valószínűleg hosszú távon így is, úgy is megtörtént. Így jutunk el, igen, tehát ugye szeptemberben újból megélénkülnek a civil mozgalmak, a Petőfi kör, ez köthető, hogy megint utaljunk erre a kapcsolódásra, hogy minden nevében, minden ikonjában 1848 és 49 jelenik meg itt a szabadságharcban. Szóval aktivizálódnak a hatalomtól független körök, és ennek ad egy dinamizmus, mert ugye vannak történeti események természetesen, minden évben játszódnak le nagyon fontos vagy kevésbé fontos dolgok, de kell valami, ami ezt dinamizálja. Tehát kell valami berobbant, ez mint a robbanó motornál kell valami a berobbant, és hát ugye ne tagadjuk, meg hát valószínűleg mindenki pontosan tudja, hogy ez 1956. október 6-a. Tehát ha nyugodtan a forradalom történetéről szeretnénk beszélni, akkor lehet, hogy mindig itt kellene elkezdenünk valahol október 6-án, mert itt történik meg a váltás. Mi lesz itt 1956. október 6-án? Miért ennyire fontos ez az esemény? Ugye október 6-a egy kulcsfontosságú nap a magyar történelemben. Minden ember tudja, hogy ezen a napon végezték 1849-ben az aradi várban a 13 honvéd tisztett tábornokot, illetve egy ezredest, illetve aznap ölték meg, végezték ki szintén gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt. Hát október 6-ának volt egy olyan visszhangja, mint nemzeti identitásból adódóan, egy olyan kultusz övezte ezt a napot, amely szembefordul az elnyomó hatalommal. Tehát ennek ezzel kapcsolatos megemlékezés is a hatalommal való szembenállás szimbolizálta. És október 6-án újra temetik Rajk Lászlót, akit 1949-ben ugye kivégeztek, Rákosiék. Lévén úgy, hogy ő a Magyar Kommunista Pártnak oszlopos tagja volt. Csak Rákosinak is a Sztálinhoz hasonlóan megvolt az üldözési mániája, és azokat, akiket úgy érezte, hogy veszélyes lehet számára, vagy az ő hatalmára, azokat eltávolította a hatalomból.
Hát Rajk is erre a sorsa jutott, kivégezték, koncepciós perbe fogták, és elvették az életét. Majd 1956. október 6-án hatalmas tömeg demonstrációként rengeteg ember gyűlt össze, és ezen az újratemetési ceremónián újratemették Rajk Lászlót, és ez is tulajdonképpen egy üzenet volt az uralkodó hatalom irányába, és ezen a temetésen maga Nagy Imre is részt vett, akit ugye egy évvel korábban eltávolítottak a miniszterelnöki székből. Így van, ez a híres kép, ami mindig megjelenik, vagy megjelenhet 56-tal kapcsolatban, amikor esernyővel ott áll a tömegben. Nagy Imre, ez így van, ez ikonikussá válik a kép. Egy picit itt kapcsoljuk már be akkor a nyíregyházi szálat ebbe a történetbe, mert nem tudom, mennyire ismert itt Nyíregyházán, vagy általában a környéken, hogy Rajk és a Rajk családnak, hát van egy nyíregyházi időszaka. Szóval, hogy a Rajk család nyíregyházi kapcsolatának az a jelen, ők szászok eredetileg. Ha rájuk is nézünk, akkor lehet azt látni, hogy magas, erőteljes alakok lennének. Ők szászok, de a 20. század elején Székelyudvarhelyen élnek. Hát 11 gyerek. És Endre, és ezt az egészet csak ezért akarom elmondani, Rajk Endre majd a 30-as évek második felében szálasi közvetlen környezetéhez tartozik, a Nyíleskeresztes pártnak a tagja, azért nem fogja a népbíróság majd halálra ítélni, mert akkor már a testvére, Rajk László, már a kommunista pártban nagyon magas pozíciókat tölt be. Ráadásul ugye Spanyolországban volt, spanyol háborúban részt vett, tehát van egyfajta nimbusza. Ő megmenti majd Rajk Endrét. Rajk Endre idősebb, ő hozza el Nyíregyházára Rajk Lászlót, mert itt a Hangya Szövetségnek volt a vezetője, tehát itt Magyarországon dolgozott, és az édesapjuk majd meg fog halni, de már valószínűleg már beteges ott 1924-ben, elhozza ide Rajk Lászlót Nyíregyházára, és a nagy gimnáziumnak a 6., 7., 8. osztályát itt az evangélikus gimnáziumba járja Rajk. Ezt csak azért tartom fontosnak, mert én szerintem ahol az ember érettségizik, meg ahol ott ezeket az éveket tölti, ez szinte biztos, hogy életre maradandó nyomokat adnak számára. Amikor leérettségizett, utána már Budapestre kerül, mert magyar-francia szakos tanárnak készül, így kerül ki Franciaországba, és akkor valószínűleg ugye így kerül kapcsolatba a francia, kommunista, vagy a spanyol kommunista mozgalommal, és ettől kezdődően már jön az internacionalizmus, tehát ez már itt mondjuk így van egy logikája a dolgoknak, hogy hogyan fog működni. Ez csak azért fontos megemlítenünk, mert hogy ilyen szempontból Rajknak ide is van kötődése ehhez a közeghez is, bár nem minden származik a család, de ez mutatja a 20. századi magyar sorsot, hogy a különböző személyek, figurák, családok hogyan mennek egyik helyről a másikra, Erdélyből Magyarországra, és hogyan történik, vagy hogyan vesznek részt a történelmi szerepekben. Igen, tehát hogy a Rajk temetés október 6-án dinamizálja a közösséget, és akkor így jutunk el, ráadásul persze ne felejtsük elmondani, lengyel-magyar kapcsolat, szintén hát hangsúlyozhatnánk 48-at, 49-et, de a rigmusokat is, amelyek elhangzanak 56-ban, mindenhol megemlítik. Ugye Lengyelországban 1956-ban Poznan és környezetében vannak a felkelések, van ott egy reformkommunista mozgalom, cél az, hogy a hatalmat ott is átvegyék, nem sikerül, de ez a kitekintés, hivatkozás, ez ugye azért válik fontossá, mert ez lesz a kiinduló pontja 1956. október 22-én az egyetemisták gyűlésének, ahol is összeszedik pontokba, én mondjuk mindig csodálkozom azon, hogy Magyarországon nem 12 pontban szedik össze a követeléseket, hát itt nem 12-ban szedték össze, de összeszedik pontokban, mert két verziója is van ezen a követeléseknek, és akkor ebben már megjelenik értelem szerint, amit mi is mondunk itt, hogy a politikai rendszer megváltoztatása, a nemzeti jelképeknek a megváltoztatása, a szovjet-magyar viszony átértékelése, a társadalom politikát, tehát ez teljes egészében az átgondolás, szóval egy komoly, nagyon erős reformmozgalom indul meg. Nehéz itt még megmondani azt, mert például az 5 éves tervet, illetve az államosítást, a szövetkezetítést nem érintik ezek a pontok. Tehát itt még nehéz, ugye ebben a kezdeti pillanatban nehéz azt megmondani, mi lesz, mi fog történni, de ennek a kiáltványnak az eredményeképpen másnapra, mert 22-én vagyunk éjszaka, másnapra 1956. október 23-án délután 3 órára, mert akkor fog megindulni majd a menet, elindul a forradalom, Petőfi tér, az eltétől, vagy akkori eltének az épület tömbje mellett van a Petőfi szobor, a Petőfi tér, március 15-e
itt indul meg maga a forradalom, és akkor ennek az eredménye lesz az, hogy a rádió elfoglalása, a Sztálin szobor ledöntése, és aztán utána fegyveres harc beindulása itt 23-a után. Egy picit nézzük már, hogy érkezik meg a forradalom híre Nyíregyházára, kik azok a figurák, akik elkezdenek itt aktiválódni a politikai térben is. Nyíregyházára néhány nappal később érkezik, illetve csúcsosodik ki a forradalomnak a híre. Nyilván október 23 egy kulcsfontosságú nap volt a magyar történelemben, különösen a fővárosi események tekintetében. Innentől kezdve Nyíregyházán is elkezdtek beszélgetni az eseményekről, de jellegzetes tömeg megmozdulással még nem került sor. Sőt, működtek a megyei és városi pártszervezetek is. Viszont a megyében nem Nyíregyháza lesz az első, ahol megkezdődnek az első megmozdulások, hanem Kisvárdán, a Vulkán Öntödei Vállalatnak a dolgozói, az ottani gyártelepen lévő vörös csillagot döntik le október 24-én, aztán rákövetkező napokon Mátészalkán, Csengerben is tömegmegmozdulásokra kerül sor, tehát október 25-én a megyei, illetve a városi tanácsok épületére leverik a vörös csillagokat, ahogy a Vásárosnaménban is október 25-én tömegmegmozdulásra kerül sor. Október 26 lesz a kezdő időpontja a nyíregyházi forradalmi eseményeknek. Tulajdonképpen ez a nap egy fizetésnap volt. Vidékről rengeteg dolgozó érkezett. Egy pénteki nap, így van. Pontosan tudjuk. És ilyenkor rengeteg ember érkezik fel vidékről, hogy felvegyék a fizetésüket, ügyes-bajos dolgaikat elintézik a belvárosban. Így történt a mélyépítő vállalat két dolgozójával, Tomaszowski András villanyszerelővel és Szentmártoni Sándor részlegvezetővel is. Ugye felbaktattak a Széchenyi utcán, és arra lettek figyelmesek október 26-án délelőtt, hogy a megyei pártbizottság épületéről szedik lefelé a vörös csillagot. Hát ugye ez a mai József András Múzeum épülete, abban az időben ez volt a pártbizottsági székház. Mentek tovább a Kossuth tér irányába, ott pedig a Korona szálló, ami akkor Kossuth szállóként volt ismert, azt látják, hogy ott is szerelik le a vörös csillagot, dobálják le az utolsó darabjait, egy Sztálin gipsz szobrot kihajítanak az ablakon, darabokra törik, és így mennek tovább a zöld irodaház elé. Ott már ugye egy jelentős tömeg kezd összegyűlni, és arra lettek figyelmesek, Tomaszowskik, hogy Miskolc felől, Tokajon keresztül néhány teherautó érkezett, amelynek a platóján miskolci bányászok és diákok voltak. Igen, mert zárójában annyit, hogy a kelet-magyarországi központ az Miskolc. Így van. Tehát ugye valószínűleg ez a dolog, igen, bocsak. Igen, és ők ugye elkezdtek beszédeket tartani, oda érkeztek az emberek, akik ugye fizetésükre váltak, meg ügyesbős dolgaikat intézték, jöttek a Halászcsárda irányából, jöttek a Zöldrődház felől, és lángolták tulajdonképpen az összegyűlt tömeget, buzították őket, hogy menjenek oda a zöld irodaházhoz. Ugye ez a Belojannis tér, ugye a mai Hősök terén álló irodaházról van szó, amely a Rákosi rendszernek a helyi jelképe volt, hiszen 1954-ben adták át, és párt irodaházaként működött kisubjajárási hivatal is volt. Na most ennek az épületnek a tetején volt egy hatalmas méretű vörös csillag, ami a rendszernek a szimbóluma volt, és a miskolci bányászok és diákok arra buzították a nyíregyháziakat, hogy menjenek fel, verjék le az elnyomás jelképét, és Budai András segédmunkás vezetésével néhányan felmennek az épület tetejére, leszerelik a vörös csillagot és lehajtják az épület elé. Ezzel veszi kezdetét tulajdonképpen az 56-os forradalmi esemény Nyíregyházán. A csillag helyén egy nemzeti színű zászlót is kitűztek, Tomaszowski András vezetésével, és ekkor érkezik meg Sóstó felől a villamos, amelynek útját állja a tömeg, és ennek a villamoskocsinak a tetejéről a Világ Proletária Egyesületek feliratú deszkatáblát le is szerelik, majd ennek a villamosnak a tetejére egy Barát Istvánné nevű háztartásbeli fog felállni, és ő fogja elszavolni a nemzeti dalt. Tulajdonképpen ilyen módon kezdődtek el a forradalmi események Nyíregyháza, és itt a tömegben már megjelenik Szilágyi László is, a nyíregyházi forradalmi események másik nagy vezetője, ő a terv előadó volt, illetve villanyszerelő a villanyszerelő vállalatnál. Igen, tehát hogy látszik azt, hogy rímelnek a budapesti eseményekre szinte a rituálék, hogy a vörös csillagot le, helyette megjelenik a nemzeti trikolor, a hatalomban már megjelennek az utalások, akár a szép irodalmon keresztül, és ugye Sinkovics majd elszavalja Petőfinek a talpra magyarát ott a Petőfi szobornál, itt is megtörténik egy ilyen. És akkor ha a másik elemét mondjuk, ugye ez is fontos lesz, mert ott ledöntik a Sztálin szobrot, itt milyen szobrot döntenek le? Mert ugye itt is van egy szobordöntés, itt október 23-án délután.
Így van, tehát ugye a Sztálin szobor ledöntésének mintájára itt is az elnyomás szimbólumaként egy szobrot ledöntenek, méghozzá Pácai Pál lovas szobrát, ez a kozák lovas szobra, vagy köznyelven Malinovszkij marsa lovas szobra. Érdemes erről a szoborról tudni, hogy ez volt az országban az első szovjet típusú emlékmű, és Nyíregyházán állították fel 1945 májusában. Ez ugye ott az evangélikus templomtól nem messze látható, mind a mai napig egyébként. Nyilván nem ez a szobor lett ledöntve 1956. október 26-án, hiszen ezt a szobrot csőlős kocsik, teherautók segítségével ugye drótköteleket akasztanak a nyakába, lerángatják a talapzatáról, és utána szét is darabolják, és hogy egy kicsit a munkahelyen felé beszéljek, a Kállai gyűjtemény őrzi ennek az eredeti kozák lovas szobornak a fejét. Uh-huh. A várostörténeti kiállításban ez meg is tekinthető. Ez Koroknai Gyula művészettörténész menti meg a tömegből, és fogja majd a József András Múzeumnak beadni. Azért furcsa, ugye, mert egy Sztálin szobornak is a feje lesz majd, ami fontossá válik, hisz a Blaha-Lujza téren arra fogják majd kitenni, hogy Zsák utca, és ott, hogy ez utal a szovjet típusú modellre. Igen, szóval feltűntek a főszereplőink, Szilágyi László, aki a legfontosabb szereplője lesz, ő lesz a politikai vezetője végül is a forradalomnak. Itt van természetesen Tomaszowski András, aki ugye a helyettese a forradalmi tanácsban. Hát egy nevet még azért mindenképpen el kell mondanunk, Rácz Istvánnak a nevét, hiszen ő a városi forradalmi tanácsnak lesz a vezetője, tehát mondjuk úgy, hogy ő volt a város vezetője ezekben az időszakokban. Ők lesznek azok, akik mellszélességgel kiállnak a forradalom mentén, és szervezik a társadalmat, amiért amúgy különben nagyon önmagában nem kellett, mert jött mindenki, és egy nagy támogatása van magának a forradalomnak. 28-ra Nyíregyházán győz a forradalom, de akkor már tudjuk azt, hogy már elkezdődik a szovjet beavatkozás előkészítése, hiszen Záhonyban október 26-a óta már a szovjet csapatok építik a pontonhidat, hogy a hadsereg be tudjon majd vonulni Magyarországra, és október 31-én úgy dönt a Szovjetunió kommunista pártja, hogy végülis a Varsói szerződés vezetőjét Konyev marsallt arra utasítja, hogy a szovjet csapatok vonuljanak be Magyarországra, és törik le a forradalmat. November 1-én Kádár Jánosnak megalakul a kormánya. 31-én Moszkvába hívják, ugye hajnalban elviszik Moszkvába, november 1-én, 2-án őt meggyőzik arról, hogy ő lesz az új hatalmi erő, megalakul a kormány, és ugye november 2-án Záhonyban már megjelennek a szovjet katonák, november 4-én pedig már a parlamentnél vannak a szovjet tankok, és ez a másik ikonikus dátumunk, ugye október 23-a mellett, november 4-e, amely nemzeti gyásznapként is az 56-os forradalom végét jelenteni. Persze tudjuk, hogy még utána majdnem, sőt, hát nem is hetekig, még hónapokig van ellenállás Magyarországon, de a forradalom elbukott. Igazából ennek a forradalomnak az lehet a tanúsága, hogy összegezni szeretnénk itt a mondani valónkat, hogy mind a Rákóczi szabadságharc, mind a 48-49-es szabadságharc eseményei, mind 1956 azt üzeni nekünk, hogy ha nagyok akarunk lenni, és merészek akarunk lenni, és függetlenek akarunk lenni, akkor csak önmagunkban bízhatunk. Nem szabad másra terhelnünk a problémáinkat, nem szabad másra terhelnünk a gondjainkat, önmagunknak kell szembenézni a gondjainkat, nekünk kell a problémáinkat megoldani, csak úgy lehet egy erős és független Magyarország. Köszönöm szépen a figyelmet!